Klublegendánk Rákosi Gyula október 9-én ünnepelte 85. születésnapját. VVK győztes korábbi labdarúgónk 70 éve szolgálja a Ferencvárosi Tornaklubot, amely alkalomból kiállítás, könyv és dokumentumfilm is emléket állított munkásságának. Utóbbi 70 perces alkotásba több emlékezetes mondat és sztori nem fér be a több évtizedes pályafutásból, de most ezekre is sor kerül. Megtudhatjuk például, Rákosi Gyula miért nem rúgott büntetőt a Fradiban. Életemben először rúgtam tízes fiatalkoromban, itt az ülőtön a sarkatárján ellen. Oda mentem, letettem a labdát, hátra mentem pár lépést, nekiindultam, nem néztem fel, már kapus ott pihent a jobb sarokba, ott könyökölt a földön, és hova gurítottam a labdát, pont a kezébe, és akkor megfogadtam, és soha többet nem rúgok tízes, nem is rúgtam, hál' Istennek. A legendás karrier majdnem el sem kezdődött a Fradiban, ez végül Gyula bácsi édesapján múlt. 56-ban mondjuk volt egy időszak, mikor mindenki ment külföldre, már nem játékos a család. Az édesapám akkor a fővárosi autóbusznál dolgozott, és úgy döntött, hogy másnap reggel egy busszal odáll, és akkor megyünk. Aztán úgy döntött reggel, hogy mégse. Hál' Isten itthon maradtunk. Nem, azóta se bántam meg, nagyon, én nagyon szeretek itthon lenni. Mi lett volna a célirány? Hát ez olyan dolog, hogy mi egyszerű dolgos emberek ilyennel valahova kimenni, hogy hova, aztán nem foglalkoztunk ilyennel, hogy most. Hát biztos, hogy nem Moszkva volt, nem, az a lényeg. Nem csak a diszidálás veszélyeztette Fradis karrierjét, egy foci előtti munkahelyen majdnem az életét vesztette. Ilyen nagy kapcsolótáblát le kellett köszörülnöm. Olyan köszörülgép volt, ilyen hosszú volt, így itt volt a, ahogy meg kellett indítani, és akkor itt volt a köszörkő, és oda tartani, és akkor köszörültem. És megindítottam, és földhöz csapott, rossz volt a szigetelése. Akkor azt mondtam, soha többet semmit. A lényeg, elvégeztem, el is felejtettem, úgyhogy látok az utcán egy drótot, attól is félek. Rákosi Gyula végül örökre elköteleződött a Ferencváros mellett, de a fradista készfogással nem tudott megbarátkozni. És az, hogy így széttett újakkal, hát olyan, hogy mikor szétesik egy csapat, ugyanúgy. Ez milyen készfogás? A igazi készfogás keményen megfogja, szemébe néz, és akkor mondja azt, hogy menj a francba, elnézés. Szóval ezek az igazi, de az, hogy ilyen ezért kitalálta, és azt mondják, a Flóri találta ki, hát nem hiszem, de fogjuk rá. Felesége öngyilkos lett, és korábban édesapját is gyötörték sötét gondolatok. Ferencváros ment Sargatarjánba játszani, bajnoki mérkőzést, és tudni kellett, hogy abban az időben, hát abban mentünk mindenhol, a ottani vezetőség zöme Fradi ellenes volt. Lement a meccs, vége volt mindennek, és jövök kifele, édesanyám sír, húgom sír, mondom, te jó Isten. Mi történt édesapámmal? Hát az volt, hogy nagy nehezen elmondták, hogy eltűnt apád, bevitték állítólag a rendőrségre. Akkor mondom, menjünk a rendőrségre. És fele úton jött a papa, hát egy kicsit fő volt dozzadva, egy jó masszív ember volt. Fűző kiszedve a cipé jött, borrasztó dühös volt. Ezt elmesélte, azt mondja, képzeld el, nálad kisebb Pali, ilyen 20 kilós, akkor a pofonokat akart adni, szóval egy kézzel adtam volna neki. És az volt a fő bűne, azt Olaszországban én hoztam neki, három gombos poló, nem ingáz, a polószerűség rövidújú, és az a jó lezserolt papász nagyon szerette, az volt rajta, és ezért bevitték, hogy fasiszta. Hát utána nehéz időszak következett, mert akkor már a francia úton laktunk, ahol a vasút megy, Hungár körült, francia körült sarok, és többször hát át az ablakba, és pont mellmagasságba, vagyis a töltésre ment a vonat, öngyilkos akart lenni a papa. Aztán a vezetőséghez fordultam, hogy segítsenek, valami kis lakást biztosítsanak, mert előbb-utóbb megteszi a papa. Aztán lényeg, az segítettek, és akkor így kerültünk el József Attilára. A lakótelepen már minden rendben volt, ráadásul egy jó barát is a közelben lakott. Itt laktunk a József Attila telepen, Albert Flóri is ott lakott, és mindig azt a kicsi édesanyád
csinál palacsintát, elmegyek. Hát mondtam, hívjuk fel, felhívtuk, és mondta ez a sám, gyertek nyugodtan, egy óra múlva, amennyit akartok. Hát egy ilyen 50-60 darab palacsintát, de nem olyat, amilyen most vannak, hanem töltelék volt benne bőven, akár túró, akár lekvár, akár dió, akár, akkor nem volt, a drága volt, akkor az annyira nem. És akkor Flóri följött, aztán egy párat. Aztán sokat, a pihenés volt a fő rész, és a másik az, hogy otthon azért próbáltam magam súlyozni, emelgettem a kis súlyokat. Azért van, amikor egy este 800, nem most, régebben pár év ezelőtt, akkor végignyomtam. Nem egyszer, hanem ilyen 50-es éve szállassával. Jó, és akkor jó érzés, amikor érzed azt, hogy további erőt, egészséget, boldogságot és szebb színű súlyzókat kívánunk a 85 éves Rákosi Gyulának.